Finom illatok és gazdagon megrakott asztallátványa fogadta azokat, akik pénteken a tengelici faluházba látogattak. A terítéken lévő étkek és a szénabogja mellett ücsörgő pár mind az aratás idejét idézték. A helyiek a kolbásztöltő verseny után most a gasztronómia este szeretnének új hagyományt teremteni Tengelicen. Magát az aratást, az kapcsolódik ugye Tengelichez is, mezőgazdasági területeken rendelkeznek, jelenleg is nagyon sok a búzaföld a környékünkön, és innen jött az, hogy ha már van a településen egy helyi múzeum, ami azokból a tárgyakból lettek összeállítva, összeszedegetve, és 2 éve került átadásra, amelyet használtak a mezőgazdaságban, azokból merítettünk ötletet, és a képviselőtársam pedig azt mondta, akkor ő vállalja, hogy egy olyan arató étel kompozíciót mutat be, amely általában fogyasztotta. Tehát nincs egy megadott menüsor, ez általában a hagyományokból származó, régi receptekből származó ételeket mutatják be. A rendezvényünk neve az, hogy arató ételek. Hát megpróbáltunk egészen messzire visszamenni az időben. Hát a legrégebbi recept, amit sikerült megtalálnunk, az a 16. századból való. Hát tulajdonképpen kaszáslevesnek a tovább fejlesztett változatát el is készítettük, tehát az megkóstolható lesz a mai rendezvényünk folyamán. Ezen kívül egy birkapörköltet fogunk föltállalni. Mindez azonban csak töredéke az elkészített finomságoknak. A receptek egy részét idős emberektől gyűjtötte össze a mesterszakács, hogy aztán egy hagyományos menüsort tudjon összeállítani. Régi parasztvilágban is ötszöri étkezés volt, ilyen nehéz fizikai munka megkívánta azt, hogy ötször étkezzenek naponta. Megpróbáljuk végigkövetni a nap étkezéseit, tehát a reggelitől kezdve, ami mondjuk szalonna és hagyma és pálinka volt, onnantól kezdve egészen a déli meleg ételeken keresztül a vacsoráig. Mindenféle étel az asztalon megtalálható lesz, hát 10-12 féle étel lesz az asztalon. Így a közel 100 fős társaságnak volt miből válogatnia. Volt itt szilvás lepény és sült oldalas, de még az 1800-as évek paraszti konyhájának jellegzetes ételeit, a különböző kásákat is elkészítették. Zárpa kása, jól tudom, úgy hívják, de ez nagyon finom. Én nem ettem még ilyet, sőt árpát se ettem még, de nagyon, nagyon finom. Ezek közül az ételek közül melyik az, ami így otthon a családban is él, mint hagyományos étel? Hát az a pecsenye. Az a pecsenye, akkor a kapros, túrós, lepény, olyat is szoktunk elég sűrűn csinálni, pogácsa, még mindegyiket egészen nem néztem végig, de ezeket általában mi is szoktunk. Kászpari Károly pékmester süteményei szintén kedveltek voltak, különlegességnek számított az az általa készített fonott kalács is, amit jegyes párok szoktak kapni. Ez a folytonosságot és az összetartozást jelképezi, valamint a kapcsolatot a szülők és rokonság között. Nagyon finom volt a leves, abból ettem, mert az unokám főzte, és most birkapörköltet meg a kását ettem. Nagyon finom. Én az arató levest választottam, mert azt mondják, ezzel lehet megágyazni a nehezebb ételeknek. És valóban egy kicsit savanykás, ahogy az elbeszélésből is, bemutatásból is kiderült, ez a savanykás íz azért kell, hogy ne rúgjanak be az aratók egész nap, mert hogyha szomjasak lennének, akkor az aratás sosem lenne befejezve. Gyakorlatilag mindent megkóstoltam, és minden nagyon jó. Ezek a régi hagyományos ízek nagyon jól harmonizálnak együtt, és érdemes a konyhákba újból visszahozni ezeket az ízeket, és foglalkozni velük. Melyik az az étel, amit kimondottan visszahoznak? Amit kimondottan visszahoznak, ez a savanyú leves, vagy az arató leves, nem tudom, hogy hogyan mondanák, de ez nagyon tartalmas és ízletes étel. A finom étkek és kellemes borok valóban összehozzák a társaságot, így a gasztronómia nem csupán a kóstolás örömét rejtette magában, hanem a kapcsolatok ápolását is.